Szép napot kívánok mindenkinek! Húzás Mihály vagyok, online networker. Ezt szakmát kitanultam most már. És tulajdonképpen ez a videóüzenet, ez nem mindenkinek szól. Csak azon embereknek, akik ki tudják nyitni ezt a 15 centis kaput, ami itt van. A 15 centi az emberi agy átmérője. Hogy ez befogadja az információkat, figyeljen az újdonságokra, éppen ki kell nyitni, be kell engedni az újat, fel kell dolgozni az újakat. Nagyon sok ember úgy van vele, hogy egyszerűen homokba dugja a fejét, mint a stuc, se lát, se hal, majd lesz valami, ahogy lesz. De. És akkor utána meg csodálkozik, hogy nem tudja fizetni a sárga csekkeket, nem tudja fizetni az esetleges hiteltőlesztését, elviszik az autóját, stb. És különböző kifogásokat talál, hogy ez nem az ő hibája, ez mind másnak köszönhető. Nem így van. Mindenki a saját sorsáé felel. Mindenki a saját jövőjét építi. Gondold el, hogy van egy életvonalad, egy életutad, amit végig kell járni születéstől a halálig. Nem tudom, hány éves vagy. Nem tudom, milyen múltad volt. De ha vele gondolsz, általában az emberek múltja az nem a legjobb. Nem a legjobb. Enyém se volt a legjobb. Enyém se. De volt egy időszak, amikor azt mondtam, a múltnak vége, lezárjuk, és elkezdjük építeni a jövőt. Mert a jövőmet csak én tudom fölépíteni. Senki más, higgyétek el. Én már nyugodtan mondhatom, mert öreg Beatles vagyok. Elég szép kort megértem. Igaz, hogy még hátra van 53 évem, és ezt az 53 évet is már azért jobban szeretném megélni, mint ami a múltban történt. Na jó, elég ennyit a szövegről, meg magamról. Nézzük meg az internetes vállalkozás miket tud biztosítani a számunkra. Ugye? Először is. Az informatikai forradalom az zajlik az egész világban. Ugye? Nagyon látni azt, hogy az internet világába, tehát az interneten van a pénz, és nem kevés pénz. Igen ám, de hogyan tudok ehhez a pénzhez hozzájutni? Meg kell találni a módját. Meg kell találni azt a technológiát, ami segít nekem ebben, mert se az iskolába, se különböző ilyen oktatásokon nemigen tanítják meg azt, hogy egyrészt hogyan kell vállalkozni, egyrészt hogyan kell az interneten dolgozni, és hogyan lehet pénzt keresni az interneten. Sokan azt hiszik, hogy az interneten, hogy pénzt tudjak keresni, ahhoz megfelelő technikai tudással kellene rendelkeznem. Elárulom nektek, én autodidakta módon tanultam meg az interneten dolgozni. Nincs nagy technikai tudásom. Tudok rajta dolgozni. Na, meg lehet tanulni, el lehet sajátítani.
Tehát, mi lenne, ha technikai tudásotoktól függetlenül rögtön tudnátok tartalmat létrehozni a blogotokon, például egyenesen a mobilotoktól? Vagy képzeljétek el, hogy csináltok egy videót az okostelefonodon, na, dadogok itt már, megnyomtok egy gombot, és így rögtön felkörül az a weboldalatokra. Annélkül, hogy valaha is beágyazott kódotokkal kellene vacakolnotok. Vagy képzeljétek el, hogy úgy tudtok képet felrakni a saját domain nevetekre, hogy valaha is be kellene kapcsolnotok a gépeteket, és FTP-n keresztül kellene feltöltenetek azt. Vagy képzeljétek el, hogy képesek vagytok a telefonotok mikrofonjába beszélni, és közben látjátok a feldiktált szöveget a személyes weboldalatokon perceken belül, annélkül, hogy küzdenetek kellene a WordPress-szel, vagy bármit is tudnotok kellene a H1, H2, H3 tegekről. Már tulajdonképpen ezek a technológiák a rendelkezésetekre áll. Ki van dolgozva egy olyan projekt, amit bárki tud használni. Akár egy saját vállalkozást indít, mert van egy ötlete, van egy terméke, vagy van egy szolgáltatása, vagy tudja használni az is, aki hálózatot épít, mert itt minden összerakva a rendelkezésedre áll. Természetesen ennek is van egy bizonyos havi költsége. Én is meglepődtem rajta. Egyszerűen eleinte nem értettem, hogy miért csak 25 dollár a havi díja. Ha reálisan belegondolok, 25 dollár két mozi egy ára, fél karton cigaretta ára. És tulajdonképpen ezzel a technológiával fel tudom építeni a jövőmet, mert egy olyan technológiai hátteret biztosítanak ezért az összegért, amivel fel tudom építeni a jövőmet, tudom fizetni a csekjeimet, esetleg gyerekeim továbbképzését, vagy a nyaralást, bármit, bármit. Itt a lehetőség. Én ezt a lehetőséget biztosítom 15 embernek, megmutatom, végigviszem, ugyanúgy, ahogy nekem megcsinálták, megmutatták, vasárnap éjfélig pörög az óra, aki vasárnap éjfélig dönt, avval együtt dolgozok, aki nem, az sajnálom. További szép napot mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.